A benfentes kereskedelem aligha bizonyítható, de etikátlan az ügy. Így nyilatkozott Bodnár Zoltán korábbi jegybankelnök a jelenlegi MNB vezető fiát is érintő gyanús pénzmozgásokra az NHB banknál. Mint az M4.hu megírta, Matolcsi Ádám hetekkel azelőtt nyitott új bankszámlát a Gránit banknál, mintsem életbe lépett volna a jegybanki korlátozás a pénzintézetben. Ez szerint az MNB nem csak a 7 millió forint feletti kifizetéseket korlátozza, de felügyeleti biztost is kirendelt az NHB bankhoz. A DK szerint Matolcsi György fia akár törvényellenes pénzügyi mahinációkban is részt vehetett. A párt éppen ezért az Európai Központi Bankhoz fordult az ügy kivizsgálása érdekében. Bodnár Zoltán, tehát itt van már a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először mondjuk el még röviden, bár most az összefoglalóban elhangzott, hogy egész pontosan mi történt, illetve mi történhetett, hiszen bizonyíték nincsen még rá, vagy nem is lesz. Igen. Ugye, amit egészen biztosan tudunk, az az, hogy december 18-án felügyeleti intézkedést hozott a Magyar Nemzeti Bank a Növekedési és Hitelbankkal szemben, felügyeleti biztost rendelt ki, és a betétek kifizetését korlátozta. És ezen miért? Kívül... Hát a bank állapota miatt, erről majd érdemes egy kicsit részletesebben beszélni. És ehhez képest azt tudjuk, két lényeges dolgot tudunk. Az egyik az, hogy a bank főtulajdonosa Szemerei 19-én és 20-án nyitott két másik pénzintézetnél számlát az egyéb cégei részére. A Matolcsi gyerek viszont az intézkedést megelőző két héttel már a Gránit banknál számlákat nyitott. Ezek a tények, amiket tudunk. Ez önmagában azt két dolgot mutat. Egyrészt azt mutatja, hogy a családi élet az időnként feszültségekkel jár, hiszen a Matolcsi rokon Szemerei valószínűleg nem azért nem nyitott a felügyeleti intézkedés előtt számlákat máshol, és terelte át a pénzét az NHB bankból, mert ő egy olyan tisztességes, becsületes bankár ember, aki osztani akarja a többi betétesnek a sorsát, ugye, ilyen feltételezésre még nem nagyon adott okot, hanem azért, mert nem tudott róla, hogy ez az intézkedés meg fog történni. Hogyan életszerű az, hogy a fiának elmondja ezt az információt a jegybankelnök és a közeli másik rokonnak, barátnak? Nem? Ugye legyünk óvatosak, nem tudjuk, hogy Matolcsi a gyerekével miről beszélget és mit mond el. Természetesen. Ezt ugye nem tudhatjuk, azt viszont egészen biztosan tudhatjuk, hogy a Matolcsi gyerek kommunikációja arról, hogy hát ők megnézték a piacot, szükség volt más pénzintézetnél is számlanyításra, tesztelték a piacot, ajánlatokat kértek, és hát pont a Gránit bankot találták a legjobbnak két héttel az esemény előtt, és akkor úgy gondolták, hogy ott kell számlát nyitni. Ez egy teljesen életszerűtlen történet. Erősen feltételezhető, és ez tehát nem egy tényállítás, hogy neki valamilyen benfentes információja volt. Ezzel kapcsolatban van két kérdésem, egy általánosabb. A benfentes kereskedelem bűncselekmény. Évtizedek óta, sőt Wall Street-i filmeket nézve, a tágabb közönség is tudja, egy olyan jelentőségi problémáról van szó, mivel óriási összegeket lehet lopni. Hogyan előzhető ez meg, hogyan bizonyítható, és hogyan bizonyíthatja az ellenkezőjét az, aki esetleg ártatlanul vádolnak meg ilyesmivel? Ugye megelőzni ezt tulajdonképpen nem lehet. Hát ezt ugye el lehet követni, ezt a cselekményt. A bizonyítás az számlamozgások esetén viszonylag egyértelműnek tűnhet, tehát igazolni kell azokat a gazdasági eseményeket, amelyek történtek. De én itt egy kicsit óvatosabb lennék, mint a Demokratikus Koalíció, vagy ők több információ birtokában vannak. Önmagában az a körülmény, hogy a Matolcsi gyerek számlát nyit más pénzintézetnél, a felügyeleti intézkedést megelőzően, az egy jogilag nem releváns esemény, tehát föl nem merül ott önmagában a benfentes kereskedelemnek a kérdése, mert nem történik semmi. Az egy más kérdés, és ezt nem tudjuk, hogy vajon az NHB-nál vezetett számláiról volt-e transfer ezekre az új bankszámlákra, tehát kimentette pénzt az NHB bankból. Az bizonyító erejű lenne, hiszen akkor is lehet azt mondani, hogy egyszerűen csak átvitte a pénzét. Nem, önmagában még valószínűleg ez sem bizonyító erejű, ez egy feltételezés, nyilván lehetnek más információk, vagy más olyan gyengébb lábakon áll ez a sztori most, ugye, mint a Questor ügyben a külügyminisztérium. Nem, tehát a büntetőjogi része
Azt én zárójelbe tenném, az egy teljesen nyitott kérdés, és nem rendelkezünk elégséges információról arról, hogy ezt meg tudjuk ítélni. Amit viszont egészen nyilvánvalóan meg tudunk ítélni, az alapján, a feltételezés alapján, hogy ennek a fiúnak volt valamilyen információja arról, hogy mi fog történni az NHB-nál, az egy etikai kérdés, és ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy ha bármilyen információ átadás, akár csak sejtetés történt a jegybank elnök részéről, akkor az egészen súlyosan etikátlan. Másik téma, amiben biztos, hogy sokkal konkrétabb a véleménye, konkrétabb tények és információk birtokában, az az, hogy hogyan teljesít a gazdaság. Nem sokára évérték elő lesz, állítólag az idei két választási kampányban már nem csak negatív üzenetek lesznek, hanem pozitívak is, elsősorban a magyar gazdaság sikereiről. Nőtt a GDP, jelentősen, megkérdőjelezhetetlenül, az államháztartás 2%, és az Európai Bizottság ugyan várna még ilyen csökkentést, szeretném is kérdezni, hogy miért. Ugyanakkor a 3% alatt vagyunk. Mi a véleménye a gazdaság állapotáról? Hát pont ugyanaz, mint ami néhány év óta folyamatosan. Ez egy Potyomkin falu. Hát vannak gazdasági mutatók, amikben jól állunk. Ez a növekedési szám, ez nagyon szép, a költségvetési hiány nagyon szép. De az, hogy a magyar gazdaság milyen állapotban van, és a tartós gazdasági növekedés feltételei, azok adottak-e, hogy mennyire sérülékeny maga a gazdaság, az változatlanul egy nyitott kérdés, és én azt gondolom, hogy e tekintetben semmi nem változott, a helyzet nem lett semmivel sem jobb. Annak mi az oka, hogy ilyen gazdasági mutatók mellett most ugye én nyilvánvalóan a sikeresebb részét emeltem ki, de nézzük valóban a sötétebb tényeket is, például a magyar béremelkedés mértékét, ami messze elmarad a versenytárs országoktól, és abszolút utolsók vagyunk az Unióban, például fogyasztóerőben. Ennek mi az oka? Hát ennek az az oka, hogy ez az ország szegényedik, és ennek az a legfőbb oka, hogy azt az elképesztő mennyiségű uniós támogatást, amit az uniós költségvetésből kapunk 2010 óta lényegében, ugye a két uniós költségvetési ciklus együtt, az kb. 28 ezer milliárd forintnyi ingyen pénzt jelent a magyar gazdaságnak. Ezt olyan egészen kivételesen rossz hatékonysággal használják Orbánék, ahogyan ez látszik. Lényegében tulajdonképpen a járadékvadászatra megy el a pénznek egy jelentős része, és egészen kivételesen ostoba beruházásokra, amik semmilyen szempontból nem támogatják a gazdaság tartós és hosszú távú növekedést, egészségügy, oktatás, tudásalapú társadalom. De hát ugye az Orbántól más nem is nagyon lehet várni, én nem figyelem ezt a sem a beszédet, sem a sajtótájékoztatót, annyi marhaságot beszélt már ez az ember gazdaságpolitikai kérdésekről, a munkaalapú társadalomtól kezdve egészen odáig, hogyha sáriát alkalmaznák Magyarországon is, akkor a bankrendszerrel nem lett volna probléma. Nem nagyon kell erre odafigyelni, amit ő mond. Hát arra azért nem kell... lehet nem odafigyelni, akár újságírónak, akár politikusnak, hát kötelességünk. A gazdasággal foglalkozó emberkének teljesen érdektelen, hogy miket mond. Most azt mondja, hogy nem kell Ausztriát követni. Két évvel ezelőtt pedig kifejezetten megbízta Matolcsit, hogy dolgozza ki azt a programot, amivel pillanatok alatt utolérjük Ausztriát. Aki marad is, jegybank ugye, elnök. Ez nem egy nagy meglepetés. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy Matolcsinak voltak ambíciói, hogy ő gazdasági miniszter legyen, és formálisan is ő alakítsa a magyar gazdaságpolitikát. Hozzáteszem, eddig is az az egészen bizarr helyzet van, hogy a monetáris politikáért felelős független jegybank elnöke az lényegében gazdaságpolitikai kérdésekben is meghatározó személyiség. És néha óvatosabb, mint a miniszterelnök. Ami hát egy nagyon súlyos szerepzavar, hát az utóbbi időben óvatosabb, de kormány azért a korábbi... ugye a hitelek mellett foglalt állást a jegybank elnök meg kimondottan ellene. Már milyen hitelek? Például a személyi hitelek felvétele, eladósodás. Ja, tehát az eladósodás mértéke. Hát ez egy külön kérdés, még mindig legalábbis a vállalati szektorban és a bankszektor egészében a hitelállomány növekedése az meglehetősen szerény 2010 óta, miközben a lakosság eladósodása az rendkívül dinamikusan nő, tehát egy olyan buborék látszik képződni, ha ez a tendencia folytatódik, mint ami a jelzálogpiaci válság előtt volt. Azt, amit most mondott, nagyon komoly súlyú, elfogyott az időnk, annyit mondjon, hogy mennyi időn belül látszana ennek a tragikus következménye ön szerint?
Hát ezt nem lehet megjósolni, ez nagyon sok külső tényezőtől függ, kamatszínvonaltól, jövedelemtől, gazdaság teljesítményétől, de minden esetre egy veszélyes tendencia. Köszönöm szépen, hogy eljött. Kérem.